A trianoni békeszerződés aláírásának napját június 4-ét az országgyűlés a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Városunk önkormányzata hétfőn 16 órakor megemlékezést tartott az evangélikus templomban, majd koszorúzásra invitálták a résztvevőket a templomkertbe. A trianoni diktátumra emlékezünk. Egyúttal ünnepeljük 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napját. Emlékeznünk kell arra, hogy 1920. június 4-én, egész pontosan, ha tanulmányaimból jól emlékszem, akkor délután 16 óra 23 perckor a történelmi Magyarországot feldarabolták. A magyar államot 1920 nyarán életképtelenségre károsztatták. A nemzet harmadát kisebbségi sorsba taszították. Emlékezzünk arra, hogy Trianon számokban ugyan kifejezhető, hiszen a tények adottak, ám következményeit tekintve minden egyes magyart áldozattá tett. Akár átlépték az ország határt a fejük fölött, akár nem. Ugyanakkor a mai nap ünnepeljük azt, hogy az elmúlt évszázadban mi magyarok bebizonyítottuk, hogy nemzeti összetartozásunk erősebb, mint azok az erők, amelyek nagyon-nagyon régóta a történelem során mindig is szétfeszíteni kívántak bennünket. Azt ünnepeljük, hogy a magyarságban még mindig megvan a kellő erő és elszántság arról, ahhoz, hogy a 21. században Trianonnak többé ne legyen áldozata. Az egyidejű emlékezés és ünneplés furcsa kettősét a nemzeti tudatosság kapcsolja össze. Nagyon jól tudjuk, és történészek nagyon sokszor, nagyon sok helyen, nagyon sokféleképpen megfogalmazták a trianoni döntés külső és belső okait. Ám van egy kevésbé ismert legbelsőbb ok, az első világháborút követő 1818-19-es esztendőkben fájdalmasan hiányzott pont az, aminek leginkább meg kellett volna lenni, a magyar nemzet nemzeti tudatosságának. De ki kell mondani, hogy mi magyarok voltunk az egyetlenek, akiket ez a döntés megfelelő nemzeti hadsereg hiány megbénítva, mondhatnám, tehetetlenül ért. Az elmúlt 20. század egyik leggyötrelmesebb kérdése tehát az, hogy mindez miért történhetett meg, miért következhetett be. A magyarság, tisztelt hölgyeim és uraim, csak akkor léphet ki a trianoni áldozat szerepéből, ha erősíteni tudjuk nemzeti összetartozásunkat. Akár határon belül, és természetesen határon túl is. Nemzeti összetartozásunk miből táplálkozik, ha jól végig gondoljuk? Nemzeti összetartozásunk táplálkozik szellemi gyökerekből, leginkább keresztény szellemi gyökerekből, anyanyelvünkből, kultúránkból és hagyományunkból, közös történelmünkből leginkább. Tehát csak ez lehet az az erő, melynek segítségével sem a nemzetközi jogrendet, sem az államhatárokat természetesen nem sértve, de mégis erősíteni tudjuk a teljes Kárpát-medencei magyarság szülőföldön való boldogulását. A megemlékezés részeként Klép Tamás készült két dallal, majd Csadi Zoltán színművész, Sajó Sándor Magyarnak lenni című versét adta elő. A templomi ceremóniát a Székely himnusz közös eléneklése zárta, ezt követően pedig a templomkertben található trianoni emlékműnél a pártok, intézmények és szervezetek vezetői elhelyezték koszorúikat.